Köszönöm szépen! Remek! És örülök, hogy nektek van hangotok, mert itt sok mindenkinek a stúdióban nincsen. Ez itt a hashtag Bocskor. Először a vendégeimet mutatom be. Áber Anita. Gangsta Zoli. Kabát Peti. És Iszak Eszti. Szóval... Azt tudnotok kell, kicsi kulissza titok, ott van Sanyi, Sanyit általában nem látjátok, Sanyi instruál bennünket. Tessék. Most nem is halljátok. Mondja az, akit nem lehet hallani. Tehát neki Karuzó. Nincs hangja, a Zolinak nincs hangja, és nektek van, ezt köszönöm külön. Na, annyi mindent hallottam itt rólatok, Anita rólad semmit. Remélem, hogy rólam sem, mert... De hogy Dominikán voltál, ezt lehetett olvasni, hogy Dominika... Jó, Dominika... Ez a Dominika. Maradjon titok. Igen, de, ez de igaz. Hogy egy ilyen ártatlan kis szőke lány, aki ilyen kis tündéri imidzsel rendelkezik, hogy kerül egyszer csak egy ilyen fehér homokos strandra egyedül és... Hát úgy. De nem egyedül. Mi ez a hát úgy? De nem, hát mit olyan? A tündéri szép kislányok kerülnek fehér homokos strandra. De... Ja, mert te még nem jártál ilyen fehér homokos strandra? Nem, én csak Lupa szigeten. A Lupa sziget. Ott egy körúton. A Lupa sziget. Az az igazság, hogy irigykedünk. Mert amíg te ott voltál a nyárban, mi itt ültünk a hashtag Bocskorban. De ez is jó! Ez is valahogy jó. Aztán... Kabát Petit beválasztották az Újpest 30 éves Dream Teamjébe. Köszönöm szépen. Ami mit jelent, hogy az elmúlt 30 Peti. Év legjobb Újpest játékosai között? Most nem, de legközelebb fogok. Jó, köszönöm szépen. Ez azt jelenti? Hát igen, 89-től... 89-től 2019-től. 88. És akkor... Összeálltanak abból a 30 évből egy 11-et, és abban te ott voltál. Ott vagyok, ott, jobb szellőn. Középen az a Tilla, vagy ki? Ja, nem. Ki a rajta? Tudtad, hogy játszott az Újpestben. Nem, ez egy jó 11, hogyha megnézed. Egyébként imádom a Zolit hang nélkül, tehát azért te csodálatos vagy. Akarod, hogy valaki eltolmácsoljon helyetted, vagy... Sanyi, ha lehetne. Na kezdjük el! Az utóbbi időben egyre többet lehet arról olvasni, hogy buszsofőrök összebalhéznak utasokkal. Volt olyan eset, amikor vizet ivott egy utas, kitiltotta, letiltotta, balhé volt belőle. Volt, amikor nem engedte felszállni a munkásruhás férfi, pedig mondta, hogy azok a festék, foltok, azok már kilettek mosva, azok nem jönnek ki. Vagy ugye most a csuromsár srác, akit ott hagyott egy sofőr. Na, csuromsár srác. Csuromsár srác. Vagy sármos volt. Kisfiú. Nem kisfiú volt, aztán mi beszéltünk a rádióban a buszsofőrrel is, beszéltünk a tanárral is, ő 17 éves srác volt, tehát nem kisfiú. Tehát tényleg... Ez itt nem a tanár. Nem. De nem is, tehát ezek most itt a sláger hírek, viszont tényleg úgy tűnik, hogy a buszsofőrök így a taxisok mellé felzárkóztak, így a közharag szempontjából, és most képzeljétek elő, a két kedvenceink, a taxisok és a buszsofőrök... Megmérkőztek, igen. De mibe? A 444 csinált egy videót, illetve egy olvasójuk, és ezt nézzük meg. Egy taxis beállt a busz megállóba. Melyik a buszsofőr a pocakos. Na most a sofőr, nem? Azt tudni kell, hogy a taxis ütött először, azért is vette föl most a szemüvegét a buszsofőr, és visszaszáll a buszba. A konfliktus tárgya az volt, hogy a taxis odaállt a buszmegállóba, és nem volt hajlandó elhajtani. Na, nyilván lehet ezt elemezni, mert azért látom, hogy volt ott egy ilyen 8 méter a taxi és a busz között, tehát a busz simán ki tudott volna kanyarodni, ugyanakkor pedig mégiscsak jogosan szólt a taxisnak, hogy most mit várakozik ott, amikor ott nem lehet, nem? Tehát egy ilyen teritorium, tehát ilyen David Attenborough-s, tehát amikor olyan, mint amikor a kaffer bivaj megküzd a zebrával a teritoriumért, tessék? Területén megy a harc, bocsánat, ugye, ilyen Na, mi az, ami, hát azért mégiscsak itt pofonok csattantak el, aztán mindenki ment a dolgára, tényleg, amikor a zebra elvonul, mert a kaffer bivaj erősebb volt, hogy mi az, ami kihozza belőlünk, az lehet, hogy Magyarországon, ez az állatot volt. A közlekedésben. Nagyon amatőr volt, tehát látta ezt a ilyen, ezt ilyen Jancsika és Pistik ez a vonában, tehát... Inkább ebben az
szomorú, hogy most érted, ezt nem tudjuk, mondjuk 11-kor készült délelőtt. Tehát igen. 11 órakor már olyan idegállapotban vannak, hogy most tök mindegy, egy másik embert megütni, az szerintem az egy szánalmas de dolog. De előtte ütni, mert tovább viszik. Szánalmas dolog. Hát, de jó. Még nem sikerült neked, mi? De van az a helyzet, amikor persze, most nyilván nem nő, én nem ütöttem még meg senkit, bár van egy listám, de nem fog erre sor kerülni, csak hogy egy szomorú. És utána ők hazamennek este, hát, és akkor mi volt ma, drágám? Mi volt a hetes úton? Jó, ott megagyaltam egy taxisofőrt, aztán megettem a szalámiszenyát. De én azt gondolom, hogy ez a kedves, pocakos buszsofőr, ez véletlenül nem egy ütős típus. Tehát ő otthon sem üt, ő a munkai... Nem, tehát hogy szerintem a közlekedés hozza ki belőlünk ezt. Tehát ne, ott ez, folyik ez, valami, ez, nem? Figyelj, a Facebookon is a cicás képes, virágos idézeteket megosztó nénik a legdurvábbak. Na. Tehát hidd el. Láttál ilyeneket verekedni? Vagy? Nem, tehát ők azok, akik olyan kommenteket írnak, és akkor rámész, megnézed, és unokával így egy meg, azért megvan osztva egy almás pita recept, de közben oda van írva, hogy egyébként meg húzza kurva anyámba. Tehát, hogy ezek a legdurvábbak. De tényleg, a Kovács Istvánné Julikák, ők ilyen tényleg aranyos képpel, és a borító képük az meg tényleg vagy cica, vagy virág, ők a legdurvábbak. Tehát olyanokat szoktak. Tényleg olyanokat kommentálnak. Ez van egy idézés, hogy Zoli mondja. Fogadj el, mert én jobban leszek a virágot. Én nem tudom, miről van szó. Hát közösségi olyan. Kovács Juliska. Akkor jó, akkor nézzük a buszsofőrből, vagy ebből az öreg Juliska nénéből a cica virág izé. Honnan jön ez az indulat? Hát ezt senki nem feszültek tud. Az emberek, nem? Peti. Igen. Péter megérkezett. Várjál, mert itt mélységek vannak. Doktor Kabát. Mondja le. Na, igen, most jön egy társadalom elemzés Kabát Petitől. A mai világban én úgy érzem, hogy annyira felgyorsult ez az egész világ, az élet, várjál, hogy... Várjál, ezt felveszem, Sanyi jó? Sanyi rög. És szeretném majd megosztani. Ne szakítsuk meg a professzor urat. Annyira felgyorsult ez a világ, igen, ez az élet, hogy az emberekben annyira feszültség így felgyülemlik, hogy valahol ki kell adni. De egy Juliska nénéből, aki körbeveszi magát Bazsarózsával és mit tudom, angóra cicákkal, milyen feszültség gyűlik a fel? A macska lehet, hogy lettépte a tapétát. Lehet allergiás rá. Hát miért lehet? De most gondolj bele, tényleg leszedi a kertjét. Lenézd a tapétát, és még mondjuk az iszogeszter Dominikámmal. Én is fel***nám. Hogy látunk téged ilyen helyen. Lehet, hogy én okozom Magyarországra a frusztrációt a képen. Lehet, hogy ez én lelkemen szárad az összes frusztráció. Nem, az a baj egyébként szerintem is, hogy a frusztrációsok az emberek, és keresik a szituációkat, amikor levezethetik. És akár ez a buszon, de egyébként, tessék, ezt akarta Peti mondani, csak... aztán átadta nekem a gondolatot, hogy én továbbítsam, de el is egyébként igen, hogy tényleg ez van, hát, hogy főleg a tömegközlekedési eszközökön, meg a közlekedésben, ahol azért nem közvetlen kontaktban vannak mondjuk az emberek, ott mernek, ott nagyon, nagyon hangosak tudnak lenni, de egyébként az a baj, hogy én is ez a kategória vagyok, ha jobban belegondolok, mert én ilyen Tourette szindrómássá válok vezetés közül, a barátnőm szerint. Milyen? Amúgy nem. Tourette szindróma? Amikor így hirtelen... akaratlanul kimondasz csúnya szavakat, ilyen görszerűen is utána... Nem akarod mondani, de kimondod. Igen. Igen, az akaratlan. Igen. És a Tourette-ed a különböző P meg F betűs szavak által fröcskölt nyálból összegyűlt egy kis csomó már a műszerfaladon? Igen, te az kiállít. Nem, vagy? Én tényleg olyan, nem tudom, hogy miért. De fölhúzott ablaknál, tehát nem kifelé üvöltesz. De én mindenfelé üvöltök, én lehúzom az, tényleg, sajnos ilyen vagyok. Még anyázol, mentünk lesz. Meg ilyenek? Fú, én nem tudom, hogy honnan van benne, mennyi károm. Csak azért kérdezem, mert én meg... És másfél év után lehet, hogy még nem... És azt számít, akkor nem húzhatom fel magam, ha én vagyok. De egyébként nyilván, tehát hogy volt már olyan szitu, mikor én voltam éves, de olyankor, amikor ezt akkor jöttem rá, egyébként fel se tűnt, amikor Szegedre mentünk a barátnőmmel, beszélgettünk babákról, meg ilyen nagyon kellemes puha témákról, és utána bevágott elém valaki, és egy másodperc után... De élő babákról van. Fejtsük. De kis babákról. Kis babákról. Jó, szintem, hogy játék babákról. Nem, nagy babákról. Puha színes, illatos témákról, igen, és egy másodperccel elvágtak, és üvöltöttem ilyen dagadó érrel a nyakam, és akkor mondta, hogy Tourette szindrómás vagyok valószínűleg. Így vezetési Tourette-em van. Vagy, nem?
Egyébként igen, picit az vagyok. Ebben a körben pont az esztéről nem gondoltam volna. Tehát én például egyáltalán nem vagyok áramkodós. Én nagyon türelmetlen vagyok. Te is kellemetlen? Én borzalmasan. Nekem ez a legrosszabb tulajdonságom. Hogy vezetés közben örjönsz? Csak ez egyéb. Fú, most is jöttem ide, majdnem kiszálltam a kocsiból, esküszöm. De úgy, hogy ment. Jöttem. Ezt is komolyan gondolom. Jöttem ide. Piros. Állok a piros lámpánál, sárga, zöld, esküszöm egy másodperc alatt, nem indultam el, az ember mögöttem izomból nyomja a dudát. Mondom, mi van? Megint nyomja. Mert elindultam, és képzeld, a járdára fölment, és úgy akart jobbról megkerülni az ember. Komolyan mondom. Fiam, majdnem kiszálltam. Esküszöm, majdnem kiszálltam. Akinek elfoglalták a sávját. Hát persze, nem, abszolút, kezdem érteni, kezd tetszeni a dolog. És ilyenkor az ember felméri, aztán átnézel, hogy annak a testalkata olyan, akit úgy meg tudni kérdezni. Nekem mindegy, hogy milyen. Én ilyenkor nem szoktam gondolkozni. Benne van a 11-ben. Ilyenkor? Nem tudhatod, hogy ki ül a másik kocsiban amúgy. Te vereket? Hát amíg nem nézel át, addig nem. Amit tudjál tárolni. De megint, ki ül a másik kocsiba? Orbán Balázs. Na most a taxisok is egy örök téma, és hát ugye, ahogy az előbb mondtam, nem örvenek túl jó megítélésnek. És most mutatunk egy másik ilyen territoriális harcot, ahol egy hiéna próbálja kiszorítani a norm... Afrikai felvétel? Nem. Ez az Attenborough, ez megmarad benne nagyon. Nem, ez egy budapesti. Tehát amikor egy hiéna, ugye azokat a taxisokat hívják annak, akik semmilyen társaságnál nem dolgoznak, és gyakorlatilag teljesen olyan tarifával, amit gondolnak, visznek el, és hát húznak le embereket, és nekik is vannak területeik a városban, és ők próbálnak most kiszorítani olyan taxisokat, akik társaságoknál dolgoznak bizonyos helyekről. A Riposzt hozott nyilvánosságra egy felvételt, ezt most nézzétek meg. Ajaj, itt lesz egy kis balhé, úgy érzem. Innen szeretnél dolgozni? Nem, itt volt egyik ismerősöm, beszélgettem vele, és még nem mentem el. Elmondtuk már százszor, hogyha megálltok itt, akkor olcsd le a szabad jelződet, ne égjen, innen nem vittek el utasokat. Aha. Ugyanúgy, mint a Deákról, ugyanúgy, mint a Kazinciból, innen nem vittek el utasokat. Aha. Én kell mindig hergelni minket itt, érted? Nem hergellek titeket. A szabad jelződ, hogy nincsen gond. Menjél innen el, vagy menjél a Deákról, vagy akárhová. Miért nem kapcsolódtunk? De mit nem értesz ezzel? Mi a f***t nem értetek ezzel? Hát én most nem szóltam hozzátok, utas nem vittem el, oda küldeni most. Ez októborról beszélünk. Igen. Neked ezt tudnod kell, hogy itt nem lehet, mi sem megyünk oda, meg elétek, aztán... Mi sem elég mentem. Teljesen minden, teljesen minden. Hadd ne kelljen már, meg érted? Nem dolgozhatok, melyik részét? Mi a f***, ki a vagy az meg, hogy itt, minket itt herkez meg. De mivel herkezterek? Kapcsolt már a f***a szabad jelzőt, meg érted? Kapcsolt ki a szabad jelzőt. Hát jó. Vagy mit szeretnél megbeszélni mások, vagy mi? Hogy mire gondolsz? Hát, akkor olyan, úgy kell ide verem a f***a fejedet. Elmondom, s***, mert nem érted meg. Úgy kell ide verem a f***a fejedet. Kapcsold le a f***a szabad jelzőt. Jó, ne kapcsolom, elmentek. Micsoda? És ha elmegyek, akkor meg baj, hogy én nem kapcsolom, és elmegyek? Takarodjál az innen, ugye? De ezt mondd el a kollégáidnak is, hogy ide ne álljatok, mert ide nem lehet állni, Na, ennyi volt. Jó, akciófilmnek az ilyen kevés. Nem azt mondom, hogy akciófilm, hanem ha belegondoltok, nem tudom, mennyit tudtok a taxis hiénákról, hogy ők kicsodák, micsodák. Ez úgy nagyjából világos mindenki számára? Mi a hiéna? Persze. Hát védik így a területüket, meg ilyenek. De most nem igen, de nekik nincs területük. Igen, tehát itt a lényeg az, hogy nekik nincs területük. Tehát ő nekik nincs kijelölt területük, hanem leállnak valahol, szórakozó helyek, szállodák elé, stb. És elküldik. Megfélemlítik a többi taxist. Így van. Hát mondta is, hogy akarod máshogy megbeszélni, gyere, szállj ki. Nyilvánvalóan akkor lett volna ebből valami csetepaté. Szóval, hogy ez már 30 éve probléma, és senki nem oldja meg. De én ezt nem tudom felfogni, hogy már minden szabályozva van, hogy milyen árnyalatú legyen az a kocsi, mi legyen pontosan, tényleg ugye Uber már nincsen, mindent szabályoznak, ezt nem tudom elképzelni, hogy teljesen egyértelmű, hogy melyik a hiéna kocsi, a hiéna taxis, ami nincsen. Hát az, amin
semmi. Ja, mi semmi nincs. Miért nem lehet akkor ezt megszüntetni? De az ilyen magántaxik azok? Igen, de ők is, a Hiénák is valamelyik rendezik taxis, vagy rendelkezik taxis engedélye, valamelyik meg egyáltalán nem. Tehát így nem tud nagyon megkülönböztetni őket, és hát ugye ők kikre utaznak, vagy részegekre, vagy külföldiekre, vagy részeg külföldiekre. Tehát, hogy... Az a legjobb. Akik beülnek a sárgába, és gyakorlatilag annyit számláznak, annyit kérnek, amit akarnak. Hát ezek a lehúzások. És ők kergetik el az egyébként a szabályoknak megfelelő taxisokat. Ugye ez itt a konfliktus. Hogyha egyébként az Uber-t betiltották, vagyis hát, hogy föllázadtak ennek, akkor ez ellen... Akkor ez ellen miért nem mennek az utcára, meg miért nem állnak ott tiltakozni, és mondják azt, hogy ez így nem lehet, nem? Igen, és hogyha belegondoltok például, hogyha jön egy vidéki rokon, mondjuk pályaudvarra megérkezik, nekünk volt ilyen, és akkor azt mondtam, hogy kitaxizom hozzátok. És mondtam, hogy be ne ülj egy taxiba, ami ott áll a keleti pályaudvarnál. De hát akkor hogy csinálja? De most annyi pénzt. Legkeményebb ott a reptér, nem? A reptér, ahol rángatják, konkrétan rángatják. De a reptéren már nincs, hát a reptér most már szabályozva van a taxi. Most van, ott van egy kijelölt. Most volt, várjál. Ott volt rángatás? Tényleg ott még a mai napig vannak, meg lehet onnan ismerni őket, hogy körülbelül így néznek ki, és nagyon agresszív. Nyaklánc is szokott lenni, egy ilyen leírás is tudnék körülbelül, hogy így hogy és hogy ők rángatnak, ki. Mint kijövő hát engem utas? Nem, magyarokat annyira nem, a külföldieket azt fogják és húzzák, hogy taxi-taxi. Tehát, hogy ez létezik a mai napig. Kedves invitálás! Igen, rögtön lezárt! Magyar nézzük habitus. Már meg az elmúlt évtizedek taxis időszakait, és kíváncsi vagyok arra, hogy nektek melyik volt a kedvenc időszakotok. De elmondom, 90 előttig mi volt? 90 előttig volt két állami taxistársaság, a volántaxi és a főtaxi. Az egyik volt a szava 666666, a másik 22222, emlékeztek? Teljesen jól működött, 2 perc alatt ott voltak, hogyha telefonon hívtad őket, tényleg bárhol. Viszonylag kifizet. Akkor eldőlt, nem? Ez volt a legjobb. Nem, várjál. Na várjál, 90 környékén megjelentek a maszek taxik, tehát megvolt még a két állami, de akinek volt egy étkézláb vadburgja, az már taxizhatott, ő aztán már olyan árat izélt, amit akart. Aztán jöttek a cégek, és ugye viszont nem volt meghatározott tarifa. Tehát volt Buda taxi, Tele, 5-10, mit tudom én, micsoda, és mindegyik külön tarifán volt, tehát te fogyasztóként hívhattad a legolcsóbbat. És, de ugyanakkor nem volt egységes, tehát mitől Pechhead volt, jött egy szakadt Toyota, ha Mazdit volt, jött egy lemosott elegáns Mercedes, nagyjából így nézett ki. És akkor itt van a legújabb, ugye a központi szabályozás, egységes tarifa, egységes szín, műszaki elvárások, iszonyat sok pénz, amit ugye a taxisok befektetnek, és viszont ritkán van taxi. Ugye most nagyjából ezek vannak. Ti melyiket szerettétek? Szerintem az utolsó a legjobb. A mostani? Igen, mert mindenki tudja, hogy mennyit fog fizetni, tehát hogy mondjuk A-ból B-be elmegyek, hogy megvan a tarifa. De én a legolcsóbbat szerettem, én mindig azt hívtam, nekem azt megfelelt. Neked akkor a minőség mindegy volt, hogy szakad... Nekem az, hogy A-ból B-be most éppen aktuálisan 10 perc alatt melyik kocsi viszel, az... Az tök mindegy, de a legolcsóbb társaságot választottad. Én nekem az szimpatikus volt. Aha. Anita? Nem leszek népszerű, de már mindegy nekem. Na. De hogy én egyáltalán nem szeretem a nagy taxitársaságot, én utálok taxizni is. Nem, miért tegyek ezt? Mert nem szeretem, nem akarok beszélgetni, nagyon sokszor büdös van, nem akarok nosztalgiázni, nem. Szóval én nagyon ritkán megyek. Jó, csika, ez megint? Nem, már a nevemen hívnak Gábor. De nem. Tehát van, és most nem olyan rég, már létezik, rátaláltam egy olyan taxitársaságra, amin applikáción keresztül lehet hívni, és maximálisan meg vagyok elégedve. Fiatalok, tényleg nem erőltetik a beszélgetést. Nagyon illatos az autójuk. Tehát ez egy legális applikáció, megnyomod, igen, jön. Igen, és mert nagyon sokszor volt az, hogy az applikációk nem működtek, fölhívta a telefonon, mondta, hogy igen, 25 perc múlva tud küldeni egy autót. Tehát, hogy ilyen nincs, és évek óta mondjuk azért ismerik, mert csak a telefonszámot mondod, mert szóval én ezt egyáltalán nem szeretem, úgyhogy én most ezzel így jól el vagyok, de nagyon ritkán megyek taxival, mert nem szeretek. Melyik? Zoli, neked? A volántaxi? A legelső volt a legjobb, megmondtam neked. De a legjobb történet a taxiról, Mexikóba elmentünk, öten leszállunk a valamiről. Repülünk. Nem az a mentünk. Tehát megérkezünk, ha te totyorgunk, öten vagy hatan totyorászunk, és jön egy ember, hogy uraim, taxi, és én beszédes magyarul mondom, igen, de hát sokan vagyunk, limuzin, megfelelő,
limuzin tényleg, és akkor mondtuk, hogy mennyi, ennyi és ennyi, bőven limuzin, bárhova elvizem önöket. Tök jó, akkor mennyi a sikátorokba mentünk azért, hogy biztos limuzin lesz? Nyugi, nyugi, jó lesz az. A limuzin az olyan volt, hogy elől háromüléses limuzin, elől a normális együléses autóba beültetett három, mert így. Hátul beültünk, és így ment az autó. Limuzin. Hát de az a limuzin. És akkor mondta, hogy ez limuzin, mondom, kus, ez Mexikó. Nem tudom, hallottatok-e már a Zalai Jézusról? Nem az sok a... ember van, aki nem hallott. Ugye, hogy ez most tele van a sajtó vele. Anita, hallottál Zalai Jézus meg? Nem. Zalai Jézus nincs meg? Nem, nincs. Óriási, óriási a fazon. Picit szomorú is, hát ő gyakorlatilag egy igen népes, azt hiszem, 400 fős hívő tábora van, és ő... És így néz ki igazán. Ő az. Igen, ő az. Ő magáról el is hiteti azt, hogy ő Jézus itt Krisztus. Itt tojás vagyok Jézussal. Reinkarnációja. Az a baj, hogy azért sok pénzt gyűjtött be, túl sokat ahhoz, hogy ez ne tűnjön fel, illetve a fiatal lányokat is nagyon-nagyon szerette, és most eljárás indul ellene. Ezért nem hallottam róla. Eljárás indul ellene Zalaegerszegen. Nem volt hova menni, vagy érted, hogy segítsen. Még van esélyed, Anita, bemutatom neked, de majd a reklám után az Zalai Jézus. Jövünk mindjárt vissza egy pár perc múlva. Elmesélem, hogy ki is az a Zalai Jézus, mert tele van a sajtó ezen a héten ezzel a figurával, és tényleg nem én nevezem így, hanem így híresült el. Azt kell tudnotok, hogy jól menő vállalkozók, ügyvédek, művészek, értelmiségiek, modellek, celebek is hívei voltak Miklósnak. És ő spirituális gyógyítónak tartja magát, hirdeti a puritánságot, és többször utalt már arra, hogy ő lehet akár Jézus reinkarnációja. És... milliós adományokkal segítették őt a tanítványai, lehet így őket megnevezni, és aztán most minden összeomlott. Azt is tudni kell, hogy Miklós, azaz a Jézus, mármint az Zalai Jézus, megkörnyékezte a csoportba járó fiatal lányokat, több luxusautót, ingatlant, köztük egy ciprusi villát is használt. Hát a puritánságot hirdette, hát most... De, igen. De nem Jézusos. Nem olyan Jézusos, igen, nem. Én is azt gondolom, de ezt nem tudták. Tehát ez most omlott össze, most derült ki. Jézus. Ciprusra jár, és oda vitt csajokat oda is, igen. A csajokat. Igen. Tehát azt tudni kell, hogy ilyen 20 perces szeánszokat engedélyezett a lányoknak vele, de ebben benne volt a zuhanyzás is. Ha nagyon jól csinálta a lány, akkor egy kávét főzhetett az ez a Jézusnak. Ez a 20 percben, igen. Ő potencia növelőt szedett, és a lányoktól kérte, hogy fogamzásgátlót használjanak, mert ő nem hajlandó ószert használni. Mennyire alapos. Hiszen ő az a Jézus. Ki lett ezt találva? Nagyon, rendesen. Nagyon-nagyon. És akkor volt olyan, hogy az egy ilyen lány például elmentett a ciprusi villájába nyaralni az anyukájával, de ott meg más lánynak a ruháit találta meg, és akkor megkérdezte, hogy hogy van ez. Mindenki elhitette, hogy ő az egyetlen. Tehát volt, akinek azt mondta, hogy te vagy Mária Magdolna, és én vagyok ugye az Zalai Jézus. De várj, de akkor az anyukájával, mert ez képzel, ez nem jó. Hát miért nem találkozom egy ilyennel? Tehát azt mondja, hogy már... Ez a bulcs, mi? De az ott azért egy elég nagy képzavar, nem? Tehát... És ő meg az Zalai Jézus. Hogy azt mondja, hogy te vagy már. Érted? És akkor azt mondom, hogy tényleg. Mindig gyanús voltam magamnak. Na jó, ez a manus azért valamit tud, és most... Hát 20 perc alatt nem tudom mi. Ja nem! Nem erre a teljesítményére. És a kávé. Kávé, zuhany. Potencia növelővel, kávéval zuhanyja 20 perc, megyek bazanyag. Tehát neked itt most gyanús, hogy ő nem Jézus? Csak itt bukott meg Zolinak a történet. Ez az egy. Igazából Zolinak egyetlen nem volt gyanús. A 20 perces d***s azért az ott. Érted a vizeljárás
meg ezek azok az ilyen sós mafudók. Na jó, most jelenleg csalás és kuruzslás miatt tettek feljelentést ellene, és többen fontolgatnak hasonló lépéseket. Na de hogy bukott le? Hogy a ruha miatt? Hogy ott volt egy másik ruha? De, hát több lebukás volt. Hát volt olyan, hogy például az egyik ilyen fiatal lány a nagymamájának a gyűrűjét odaadta Jézus, majd a Zala Jézusnak. Mondjuk ez fontos, fontos különbséget tenni. Igen. Majd egy másik vele hasonló korú lánynál látta ott az ujján, akik egy kollégiummal laktak. Hát ez még a picit, igen. Viszont vannak hívek, akik a mai napig kitartanak mellette, és most Zalaegerszegen olyan szórólapokat terjesztettek, amin az áll, hogy ő a valódi Jézus Krisztus, ne bántsátok. Ott látszik is. Igen. Na de jó, de most azon kívül, hogy ugye hát voltak ezek a mellékútjai. Mit csinált ő? Tehát egy gyógyított? Gyógyított, például, így van. Na, van is egy tanítása az orvoslásról. Ő minden orvos és egészségügyi dolgozóról azt vallja, hogy ők a Holdról inkarnálódtak, ahol olyan lelkek gyűlnek össze, akik előző életeikben gyilkosok és gonosztevők voltak. Értitek? Mondd még egyszer, mondd még egyszer. Tehát minden egészségügyben dolgozó és orvos egy hold szűrőn keresztül visszajöttek. Űrutazás pedig. Igen, de ők előző életükben gyilkosok voltak és gonosztevők. Ők és most... ők most is azok? Nem, most meggyógyították. Vagy most nem, már nem. Jó ezért emberek. Most lebeszéli őket arról, hogy, tehát ő lebeszéli a tanítványait orvoshoz jár. Az a baj, hogy ebből ennek komoly következményei voltak, mert most Miklós, ugye az Zalai Jézus bukása után többen kivizsgáltatták magukat, és azért ez egyáltalán nem vicces. Volt, akinél azonnal kemoterápiára volt szükség, de volt egy másik durva eset is, hogy több éves halálos betegség tudat után, tehát ő belebeszélt, beléd beszélt egy betegség, halálos beteg vagy, és ő kezel, kiderült, hogy semmi baja nincs. Jézus Isten! Szóval... De most ne haragudj, de aki ez oda ment hozzá, és ezeket elhitte, tehát... De ugye az a viszont, vagy az a furcsa ebben, hogy itt hinni. Ugye az előbb soroltam, itt az Index cikke szerint ügyvédek, értelmiségek is jártak ezekre a tanításokra, és ők elmondták, hogy egyébként nagyon érdekes gondolatai voltak. Nagyon jó dolgokat mondott a szeretetről. Ők is kaptak bogyót. Nem tudom, hogy bogyó-e, de hogy lehet az, hogy tényleg értelmes embereket valaki ennyire be tud hálózni, hogy egyrészt pénzt adjanak, másrészt önmagukat adják oda, harmadrészt még tényleg az orvosokról is lemondjanak adott esetben valami más reményében. Tehát ez az, ami felfoghatatlan. Hát mert van az a helyzet szerintem, amikor az ember annyira kétségbe van esve, hogy gyakorlatilag ebbe kapaszkodik. Nektek volt olyan krízis helyzet az életetekben, amikor már nem volt elég a család, nem volt elég egy barát, hogy kibeszéld magad, hanem hogy valaki máshoz, feljebb valóhoz akartatok fordulni? Lehet ez most akár egy pszichológiai... Én most lehet, hogy megkeresem. Vagy akár egy vallási vezető, volt már ilyen helyzet az életetekben? Szerintem manapság a felgyorsult világban már nagyon sok embernek van szüksége valamilyen önsegítő könyvre, vagy akár ilyen emberekre, vagy pszichológusra, mert annyi impulzus ér minket, hogy emiatt van az, hogy szerintem most már egyre... Hát minek járjon, amikor ő lakul? Maga a megvilágosodás. Minek járjon? Köszönöm. Én pedig önöpeti a segítséget. Ja, hát ő maga... Ha valami ilyen krízi, akkor fölhívlak. Figyelj, mondj két okosságot. Akkor meg fogom keresni Miklóst. Nem, ugye ez a Miklós felgyorsult a világ. És akkor azt mondod, hogy egy könyv, tehát nem pszichológus, nem is... Hát mindenkinek másra van szüksége, azért ezek az önsegítő könyvek nagyon hasítanak az elmúlt 10-12 évben, azt lássuk be, meg ez a tematika. De egyetlen, akkor kabátok. Élet majd mondjál már melyiket. De minek, neked minek, amikor maga vagy a bölcsesség? Ebben a felgyorsult világban, hogy mondd meg. Segítek. Segítek. Van egy Hegyi Bernardino bevezetések kísérlet vázlataiba, 1000 oldal. 1000 oldalas könyv. Igen. Mekkora nyert a Peti? Kivág, van olyan, amiben csak képek vannak, Peti, az is jó, csak nézegeted, és megnyugszol. 900 oldal kép. Tényleg érdekel, hogyha van ilyen, és akár vallási vezető, akár, hogy ha ilyenhez fordulnál, akkor... Te például buddhista vagy, ugye? Neked van lelki vezetőd? Jó, az hittem a Peti. Nincs. Nincs lelki vezető? Nincs. Milyen buddhista vagy? Könyvbuddhista? Nem vagyok könyvbuddhista, én elmentem a buddhista egyetemre tanulni. És ő hol van ez az egyetem? Ez a Körösi Csoma Sándor buddhista egyetem volt, és végül is nem az utolsó vizsgát nem tettem le, de én akkor azért mentem el, mert egy kicsi... Buddhista. Nem vagyok, igen. Megjártam meditációra, a
buddhista központban. De ott például ilyen dolgok nincsenek, hogy, hogy esetleg bármiféle krízishez van lelki gondokban? Én azt gondolom, hogy mondjuk egy utat mutat, hogy hogyan tudsz a stresszes helyzetekből, mert az mindenkinek van, azért nyilván, persze, Peti, te is, mikor ott voltál az üres stadionban, hogy hogy rúg meg a labdát, az is egy stresszes helyzet. De most is ezt érzem, tehát, Anita. Jó. Tiszta görcs a gyomrom. Jó van. Tényleg. Nincs magad, kérjél tanácsot. De hogy nyilván ezek technikák, de most... De igen, de az érdekel, hogy nyilván megbízol benne, akinek ezeket tanítod. Te honnan tudod, hogy hát ő maga Buddha, tehát hogy ez olyan, mint most azt kérdeznéd. De egy katolikus ember. Nekem van otthon egy olyan bábunk. Esküszöm, szerettem az ilyen buddha szobrokat. Otthon van, vagy három ilyen esküszöm. Leülök vele és beszélgetek vagy. Leülök vele és elmondom majd neki. De miket mondasz el neki? Hát, hogy miért... És neve is van a bábunak? Buddha. Nagyon. Hát elmondom neki, hogy miért görcsöm mindig a gyomrom, hogy mondjon valami jót. És válaszol? Hát nem, mert szobor. Ja. Hát, na ez milyen, ahogy Peti alkalmazza a buddhizmust? Azért... Szerintem ez nem rossz. Ez az igazi, ez a földre lehozott buddhizmus. Érted? A földön járó a Peti. Jó, azért a Peti nem jár teljesen tévúton, szóval a világon szerintem nem kevés ember imádkozik szobrokhoz. Tehát... ilyen téren. Hát, ez nem baj, mert az imádság is egyfajta meditáció. Tehát ezt mindenki mondja, most teljesen mindegy, hogy mihez imádkozol, az is egyfajta... Egy bábult, az is egy megnyugvást ad, tehát hogy ez nem baj. Azt elhinni, hogy valaki olyan spirituális gyógyító, hát nyilván ahhoz kell egy karizma, amitől az embereket bevonza, tehát hogy is vannak ezek az emberek. Nyilván karizma, csak kell-e valamiféle papír erről, tehát egy pszichiáternek van, egy vallási vezetőnek, egy papnak van valamiféle... Egy bábúnak nem lehet papírja. Honnan tudom? Az, hogy megvettem. Pedig érte már attól a szobort, mutass egy igazolvány. Még mindig nem adta oda. Hogy ez a bizalom miből, mitől alakul ki? Mert van az a helyzet, amikor az ember két jó szótól szerintem, és lehet, hogy ő pont akkor egy olyat mond, ami akkor azt az embert, aki egy olyan lelki helyzetben van, megérinti, és valami többet lát bele. Meg hát valahol azért ezek karizmatikus emberek, akik ezt művelik. Hát van ugye az, aki csak néz, áll a színpadon és csak néz, semmi más nem csinál, egyébként legalább ő, nem, egy másik is van, és ő mondjuk legalább nem hazudik. Mert valószínűleg... Gyurcsa, nem hanszol. Én most semmiről beszélek, van egy, azt hiszem, román származású férfi, aki áll és néz, és ő azzal gyógyít. Tehát, hogy van, aki nem is hazudik. Embert, hát és néz, áll a színpadon és néz. De nem szólal meg. De most ez komolyan, ezt elhiszik az emberek? El, és tele van mindig. De nem hazudik. És emberek mennek, emberek tömegével mennek egyébként. De ha belegondolsz, ez is egyfajta öngyógyítás, mert ezek az emberek bebeszélik maguknak, hogy attól, hogy csak néző, meg fog gyógyulni. És azért ez létező dolog, ugye az agykontroll, azért, ami ugye arról szól, hogy te vizualizálsz, meg a gondolatnak egy pozitív teremtő ereje van. Ő bebeszéli magának, hogy attól, hogy nézi, meg fog gyógyulni, és addig mondogatja magának, míg valóban elkezdődik ez öngyógyítás. Tehát, hogy azért ez egy létező dolog. Hát a placebo hatás érvényesül, akkor az jó, csak olyanokat is ígért, meg pénzt is vett. Hopp, placebo hatás. Igen, pénzt is vett el, pontosan. Pénzt is, és meg hát nem csak pénzt vett el, hanem testiséget is. Igen, szóval lehet, hogy ezeknél az önjelölt guruknál ez a szex téma mindig előkerül. Tehát, mindenkinél kerül, hát nem viccem. Na de egy 18 éves lány, hogy kerül egy 60 éves göndör Zalai Jézus ágyába? Azért, mert felnéz rá. Hogy egy 18 évesnek el tudja magyarázni, egy 30-nak már nyilván felnéz nehezebb. Felnéz rá, mert idősebb, és tiszteli, és felnéz rá. Na, mit tudunk erről? Kérdezi Bálint Zoli. Felnéz rá, ezt kétszer mondtad, a felnéz rá, kétszer mondtad. Az baj. Amit tudunk erről, hogy kuruzslással indult eljárás ellene, de gyakorlatilag önként adakoztak, soha nem kérte a pénzt, mindig ott hagyta, hogy a mikro elé letegyék a 8000 forintot. Ez hogy kell csinálni? Önként? Hogy ne kérjem, csak letegyék. Ha legyék, uram. Hát ez azt mondta, hogy ez 8000 forint, de nem mondta, hogy... Hogy annyit csak én csinálom, hogy... Az 20 perc. Nem! Azért nem kellett fizetni. Nem drága 20 perc, 8000. Tudod, hogy megkérdezi, elnézést, ez maga adta ezt a 20 000-est? Nem. És miért nem? Akkor tényleg a sztoriban benne volt, hogy önként vettek neki autót, és ugye önként feküdtek le vele. Egy kérdés a végén, hogy ti ezt a palit megbüntetnétek-e vagy sem? Hát egyértelmű. Igen? Igen? Persze. Melyik 8000. cselekedetéért? 8000. Olcsó János volt, csak 8000-ért.
Tehát mi az, ami érte megbüntetni? Mindent önként csináltak a hívek. Hát tényleg mi? Hát az önként, az ilyen esetben szerintem nem tud önként lenni. Tehát, hogyha nem is mondod ki, hogy ennyit kell fizetni, de körülírod, gondolom elektivi tiszta azért nekik, hogy ez a 8000 forint, ez hogy nézzen ki, akkor azért... Hát, ja. Zoli, te büntetnéd a Göndörit? Nehogy büntetni, mert ügyes, hát nem. Én se egyébként. Te se büntetnél? Nem, halál talpra esett. Én azt mondanám, hogy öcsém, tanítsál már egy kicsit. Én azt gondolom, hogy egyedül a kuruzslás az, ami miatt igen. Tehát, hogyha emberek egészségét veszélybe sodorta azzal, hogy az ő gáz. Eltanácsolta őket az orvostól, ő gyógyítást ígért, és gyógyítást színlelt. Hát én a 20 percért büntetném. Olyan helyes történetet hoztam nektek. Na. Itt van egy ausztrál ez volt az. Kommentátor, sportfanatikus. Nem, ez is az sport, volt, nem volt jó? Sport? Sport, imádni ez fogod, az. Jó. Tehát itt van Nate, ez a keresztneve, Nate Patrick, ausztrál streamer, kommentátor, sportfanatikus, és megosztott egy nagyon vicces történetet a Twitteren a szüleiről. Képzeljétek el, hogy a szülei éppen egy angliai utazáson vettek részt, egy manchesteri vonaton ültek, két öreg ember, apa és anya, és mögöttük néhány fiatal, két fiatal igazából hangosan unóztak. Tudjátok, mi az unózás? Igen, hallja. Igen, nagyon hangosak voltak. Néhányszor is szúrósan így hátranéztek, de nem szóltak, csak úgy hogy hátranéztek, hogy ez nem teljesen tetszik nekik. Lényeg az, hogy a végén ez a két fiatal felállt, odament a két öreghez, és elnézést kértek. Elnézést kértek a két öregtől, majd megkérdezték, hogy nem akarnak-e cserébe egy közös fotót. És mondta az öreg, hogy jó, nem kell nekünk. De aztán odaadta, jó, hát akkor fotózz le bennünket, tehát anyát, apát, így izé. És akkor nem, hát ők úgy gondolták, hogy velük nem akarnak egy közös fotót. És végülis belementek, megcsinálták a közös fotót. Valahogy úgy gondolták, hogy ezek nyilván sportolók lehetnek, mert olyan sportosan voltak felöltözve, és megcsinálták a közös fotót, és elküldték a fotót a fiúknak, aki ugye ért a sporthoz. Tudi, és innentől elindult egy családi chat. Tehát itt van az apa, elmondom nektek, hogy mi volt a párbeszéd. Az apa azt mondja, hogy oké, Nate, ki ez? Tehát ott volt az, ki ez? Erre a gyerek azt mondja, ugye csak vicceltek. Anya, kicsoda, micsoda? Mondd már el. Apa, nem volt szívem megkérdezni, hogy kicsoda. Mire mondja Nate? Ezek Manchester United játékosok. Anyu, gondoltam. Apa azt mondja, igen, hát a vonat Manchesterből jött. Erre Nate, az ember, aki épp apát ölelgeti, Paul Pogba, a világ legdrágább futballjátékosa, világbajnok lett Franciaországgal. Apa, ha-ha-ha. Hát nézd, egyébként én is így reagáltam volna, mert most megmondom. Hát én fogalmam nem lett volna ki. Ugyanígy, elküldtem volna valakinek, hogy mutassa már be őket. A másik srác az Nemanja Matic, szintén a Manchesterből. Te ezeket tudod, ugye? Persze. Pogbát ismered, Maticot ismered. Persze. Na jó, szóval ezeknek fogalmuk nem volt. De nekem se lenne. Szerinted én tudom, hogy ki ezek? Figyelj, egy európai ember nem hát is ismeri az ausztrál futballsztárokat. Hát az ausztrál futballsztárokat ismerem, mert celeb műsorokban. Mit mondtál, mi a volt? Hát Kabádod is csak azért ismerem, mert celeb műsorokban szerepel, de fogalmam nem volt róla, hogy ő mi. Képzelj egy ausztrált, az ausztrál foci van, ugye az ausztrál foci az egy nagyon népszerű sportág, az ausztráloknak. Egy európai van, az két óriási ausztrál focisztár, fogalma nincs, hogy kik azok. Hát nyilván van. Közben meg ott óriási sztár. De a bácsi az angol, nem? Nem, a bácsi ausztrál. Jó reggelt kívánok! De hát azért nem minden. Tehát egy ausztrál focista nem feltétlenül a világsztár, a Pogba világsztár. Így tehát van. Azt tényleg a világ minden sarkán elvileg ismeri a futball szerepet. Most azt mondom, hogy a Maticot nem ismerte meg, az egy dolog, de azért a Pogbát szerintem mindenki ismeri. Na, mi sem. Mondtam, hogy nem ismerjük. Hát se az ezt mellettem is ülhetett volna a vonaton. A nevét azt ismerem, azt nyilván hallottam mellette már. Mellette volna, nem ismered meg egyébként? Te megismerted volna a Pogbát? Persze, hogy nem. De hogy ismertem? Még a tesóját is megismerném. Tényleg, nem, most focizik. Most valaki keresse le, hogy van-e tesója. Van, ugyanígy néz ki, és azt hiszem Franciaországban játszik a tesója. De és a Matic sugárt? A Matic sugárt ugyanígy néz ki, csak hosszú szóta. Matic anyja. Matic anyját annyira. Ugyanígy néz ki, szőke pisza készült. Szőke hosszú anyja. Szóval ez a sztori, ez... Tudod, az öreg papa nagyon ismerős. Valami sorozattál. Valami sorozattál. Hangosan unóztak, innen indult a sztori. Ti ismert emberként, ti elengeditek magatokat? Nyilvános helyen? Vonaton.
Én nem. Zoli feszengős típus. Nem, vonaton, kocsmában, étteremben, ti úgy vagytok, hogy hadd szóljon, ha haverokkal vagyok, vagy családdal vagyok, strandon, teljesen mindegy, vagy inkább pont mert ismert vagyok, visszaveszek hát egy picit. Nem foglalkozom, nem én legalábbis. Te harsány vagy, mint nem, hát te olyan vagyok, mint mindig. Harsány tehát. De nem, hát most nyilván elmegyek egy családi ebédre, akkor nem azt mondom, hogy jöjj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 
Tehát itt, amikor haverokkal egy kocsmában... Ott nem veszek vissza. Nem, én egyébként tudok viselkedni, igen? Tehát hogyha nem iszom, de amikor egy kicsit ilyen illuminált állapotban vagyok, akkor kijön belőlem az a... Hangoskodsz? Mondja, nem, csak inkább nem. Vetkőzöl, vagy hangoskodsz? Nem, vetkőzni nem, hanem inkább... Kötekszel? Nem, kötekedni. Rombolok. Ó, édesem. De én ezt beismerem. De ezt a végén, mert van ez a... Kifizetem, de én ezt beismerem, hogy én így... Tehát én így szoktam szórakozni, ezért nem megyek el. Tehát te már visszafogod magad, mert tudod, hogy rom... Így van, nem tudok viselkedni, de most hiába rögsz, tényleg. Igazából már azt akart foglalni valahol, és azért Kovács Péterné vagy, jaj, tárva vagyunk. De Zoli, te már láttál? Én az Attó Pétert ilyen állapotban, mondd meg, mit a koncertünkön, én csak azt mondom, te veled van a kabát, azt te hívtad? És ez nem most volt. De miért jó? Mi? Azért, mert odavágod, amiből itt áll a pultot? Nem, ez a foci miatt van egyébként, mert... Hogy hát elhiszem, az frusztrálós. Azért, mert be vagyunk, tehát minden nap edzés, meccs, és akkor így felgyülemlik bennünk szerintem, és én így vezetem le. Nekem így jön ki belőlem, én most nem elmegyek boxolni, hanem így jön. Hát ők meg unóznak, tehát az picit más. Az unóba úgy jön ki belőlük? De hát, mint so, látjuk. Hát most igen. Ja. Nem pártázol. Mert úgy nem jön ki. Minek örülsz, Peti, mondjuk jobban? Hogyha valaki felismer és azt mondja, hogy Peti, én annyira imádlak, mert az a gól... Rajci Peti. A válogatottban, amikor a szlovákok ellen bevartad azt a felső izébe... Azok már kihaltak, Gábor. Tehát, vagy ezért ismernek fel, vagy azért, hogy fú, Peti, én annyira imádlak, mert amikor a Csicsolinának kikönyörögted a mellét ott a dzsungelben, hát az király volt. Tehát melyiknek örülsz jobban, hogy miért ismernek fel? Inkább a foci. Tehát én a sport, tehát én a foci, világi életemben fociztam, úgyhogy én annak örülök, hogyha úgy maradok meg az emberekben, mint labdarúgó. Jó, ezt értem. És az sem mondja, hogy azt mondja, hogy de Peti, miért fejez bele álló labdába? Vagy ilyet kérdeznek, vagy nem? Dehogyis, nem zavar, abszolút. Magad mögé rúgod a 11-est, hogy lehet így csinálni? De ezt már múltkor is elmondtam. Ezt mindig elmondja. De ugye ez sem baj, hogy így leanyázni? Dehogyis, én nem is érdekel. Nem, abszolút nem. És Anita nálad, hogy mit tudom, fú, annyira imádlak a nőkommentben, fú, basszus, az abszolút a te műsorod, vagy fú, milyen jó voltál a Szomszédokban, melyiket szereted jobban? Nem tudják a sorozatot. Volt olyan, hogy odajött, és úgy sajnálom, hogy a Barátok közt véget ért. Nem. De tudta, hogy valami sorozat, de már, hogy az mi volt, meg hogy, az, tehát ilyen volt. És nálad, Viva Chart Show-ban te voltál a kedvencem, vagy láttam múlt héten a feneked az Instagramon, és imádom. Tehát, hogy melyiknek örülsz jobban? Bárhogy, csak ismerjenek fel. Jaj, Istenem! Jaj, de szép mondta! Ne, hát nyilván azt szeretem, hogyha műsorokból ismernek, nem a Velvet fenék összehasonlítóból. De hát mindegy, ez van. Volt ilyen lista. Velvet fenék összehasonlító. Esküszöl? Nem, tudom, most csak mondtam, hogy legyen ilyen is. Barba Negra buli baromi jó volt, vagy de jót főztél a Lagzi Lajcsival a halatortámban? Lehet választani a Barba Negrát? Tudtam. Jó, egyértelmű kérdések. Egy másik sztori következik, ez a Zsalu magazin sztoria. Szentes városának házasság kötő terme előtt saját esküvőjéről kilépve tartóztattak le egy okirathamisítót. Még jobban szeretem Misit, amióta letartóztatták az esküvőnkön, mondta a felesége. Kire szeretné jobban? Így van. Na most G. Mihályról van szó, itt viszi éppen a rendőrség, ez az esküvő... Feleséget nézzük, légy szület. Na most Mihályról azt kell tudni, hogy az utóbbi időben gyakran változtatta a lakhelyét, személyazonosságát, stb. De hát ugye, amikor bejelentkezett házasságkötés céljából ott az önkormány, nem tudom hol, akkor ding-ding-ding, a rendőröknél villogott a monitor, hogy megvan, őt keressük. És képzeljétek el, a NASZ nép Szentes városának főterén megjelent ott a házasságkötőterem előtt, megjelent a rendőrség is, viszont a rendőrök vártak még a parkban. Bement a NASZ nép, bement Mihály és a felesége, és amikor kijöttek, akkor a rendőrök ott várták és vitték.
Ez egy nagyon helyes történet. Nem tudom, hogy itt most jó fejek a rendőrök vagy sem, de... De még bent tartott? De még bent van? Vagy már nem, Mihály este hazament. De akkor miért nem várták meg? Mondjuk egy nappal később. Hát na, ez egy jó kép. Dehogy nem. Nem, hát addigra már nem tudják. Itt tudták, hogy ott biztos ott lesz az esküvőjén, remélhetőleg. Szerintem utána... ez gáz, hogy így vitték el az esküvőjén. De megengedték a ceremóniát. Egyébként olyan nagy dolgot nem csinált, tehát... Mi csinált? Hamisított? Hát nem hamisított, de hát ezt úgy hívják okirat hamisítás, de a lényeg az, hogy nem volt nála jogsi, úgy vezetett, és amikor a rendőrök megállították, akkor egy létező, de más személynek a személyazonosságát és lakcímét diktálta be. És ezért ja, jó, ez okirat hamisításnak számít, és ezért ők keresték. De nem akart nyilván kapni. Az alai Jézus megérted, otthon évekig. Ja. A Szentesi Misi. Na jó, szerintetek, egyébként aztán este hazament, de hát a feleség egyből rohant utána a kapitányságba, nyilván ott nem volt nász éjszaka. Szerintetek jó hát fej... Honnan tudod? Hát este hazaengedték. Hát is jobban szereti, mint előtte. Hát legalább vitt haza bilincset. Lehet, hogy direkt csinálta az öreg, hogy elvigyék. Nem? Nem. A tévúton vagytok. Tehát a lényeg... Lényeg az, hogy hazaengedték. Az ara, tehát a feleség azt mondja még, hogy bármi is történt, mi továbbra is imádjuk egymást, még jobban szeretem Misit, amióta letartóztatták az esküvőnkön. Szinte sokkot kaptam, amikor Misit elvitték a rendőrök, de tudtam, hogy semmi olyat nem követett el, ami megbocsáthatatlan. Nyáron jöttünk össze, azóta minden titkunkat megosztjuk egymással. Azt mondjuk nem hittem... Igen. Azt mondjuk nem hittem, hogy nem tudjuk majd megünnepelni az egybekerésünket szűk családi körben. A tortavágás helyett rohantam haza, lekaptam magamról a mennyasszonyi ruhát, és indultam a rendőrségre. Szóval, tehát te azt mondod, hogy a rendőrség várhatott volna még a nász éjszakáig. Most ezért elvinni, úgyhogy... De hogy tudják, hogy vége van a nász éjszakának akkor? Még meddig tart a nász éjszaka? Nem tudom, de hogy tudja a rendőr, aki... Rocsog a kávéfőző. De eleme nász éjszaka nincs, ez egy átcseszés. Neked nem volt? Hát reggel 8-kor támolygott haza, most már volt férjem, de hogy... Hát, de nem volt? Dehogy volt. Volt, aki házasod? Fél 10-kor telefonált, anyám, mennek az első vendégek, azt se tudtam, hol vagyok. Dehogy volt nász éjszaka. Ó, basszus, ez ennyire kiábrándított, te nem voltál férni, te voltál nős, voltál nász éjszaka? Volt a férnél. Volt nász éjszaka, vagy nálad is elmaradt? Hát folyton nász éjszaka van. De nem, akkor a feleség, volt nász éjszaka? Ja, akkor nem értem rá. De azért, hogy jó lakzi után nincs nász éjszaka. Hát akkor más, ami jön este, az a nász éjszaka, nem? Hát jött a számla. Mennyit ivott a nevem? Mi? Tehát most, hogyha reggel 10-ig bulisztok, akkor az aznap este, az a nász éjszaka. Jó. Engedjük el ezt a témát. Mi kell ahhoz, hogy nász éjszaka legyen? Éjszaka? Éjszaka vagy nász? Nász kell meg egy éjszaka. Értem. Ebben ez a nő ez nagyon jó fej, nagyon lojális a férjéhez. Mi az, amit a párodnak nem bocsártanál már meg, hogyha kiderülne róla valami? Mondok opciókat, tehát például, mit tudom én, keresik, letartóztatják, nem tudom, gyorshajtásért. Ez természetes dolog. Jó. Hamisítás. Mi, hogyha hamisítanja valami? Igen, ezt megbocsátanám. Én megbocsátanám. Mondjuk, kérnék egy márkás cipőt, és mondjuk egy hamisítottat hozzá, az megbocsájtatatlan. Tehát egy török Gucci-val ne állítson hát, haza. Igen. Ja, ha kiderül a párodról, hogy lopott, megbocsátanád neki? Kitől? Meg. Tessék? Kitől? Hát. Boltból. Bankból. Azt rablásnak hát, hívják az inkább. Az rablás, az nem jó. Akkor azt nem. Tehát lopott boltból, tetszett neki egy telefon vagy valami, kiderül, lebukik, stb. De te párod szereted, együtt vagytok évek óta, megbocsátanád-e neki? Megbocsátanád. Most egyszer lop, akkor meg, de most rendszeresen az biztos nem. Mi számít rendszeresen? De boltból, mert a bankrablás az gáz. Most, okay. Most ez kiderül. Ha adócsaló a párod, megbocsátanád neki? Hülye vagyatok, nem van kérem rá, kérem erre. Nem rossz téma ez.
ez egyébként. Ja, de ne, tényleg érek. Ha fegyveres rablást követett el a páron, azt megbocsátaná neki. A családért teszi, a közös vágyakért teszi, ezt azért vegyük figyelembe, fegyveres rablás. Megbocsátaná de neki. Le is tartóztatják. De én jól élek utána? Nem mindegy. Engem visznek-e a sitre, mert ha nem, akkor persze megbocsátaná. Na, jó élek utána. Mondj el, hova dugta a pénzt? Miért nem szólsz ilyenkor nekem, szerencsétlen? Neked? Minek? Fegyveres rablás. Szórakozzunk együtt. Ja. Peti, te ugye lassan készülsz házasságra lépni, ugye? Így van. Elvenni Adrit. Lesz nász éjszaka. Tegyük fel. Reggel is lehet. De nem. Nem csak délben. De nem. Én úgy képzelem, a reggel 10-ig bulizunk. Igen. Akkor ami jön este, az a nász éjszaka. Ha te reggel 10-ig buliszol, igen, és szétvered a szállodát, igen, mert kijön belőle, de este 10-kor nem fogsz, még 20 percre de sem. De hogy nem bedobok valamit, de hogy nem. Dehogy nem. Mikor fogsz magasat félni? Egy hét múlva talán. Akkor lesz a nász éjszaka. Egy hét múlva. De most tegyük fel, elveszed Adrit, megvan a ceremónia, tényleg, ahogy láttuk azokon a színlelt fotókon, és... Igen? Színlelt fotókon? Egyen róla Insta sztori. Jó, lesz. Live. És egyszer csak megjelenik a rendőrség, 2-kor, mondjuk délután 2-kor, és elviszik Adrit. Hát van ott más nő is, nem? Nem úgy érzi. A rendőrség nem kanos, hanem a rendőrség... A rendőrség egyszerűen Adrira kíváncsi, tehát ő valamit elkövetett. Ezt akarom, hogy tegyük fel, elviszik Adrit 2-kor. Azt se tud, mi van, hiába telefon, azt nem tud meg mi. És Adri aztán majd éjjel hazajön, de addig, mondjuk 2-től 10-ig, amikor visszaérkezik Adri, ugye te nyilván töröd a fejed, hogy miért vitték el, fogalma a sincs. Biztos, hogy nem, tehát azt hiszi, benne van ez a ceremónia, menj azt, hogy van ilyen. El szokták rabolni, így van. Végre elmentél. Fogalma nem lesz szólva. A kérdésem az, hogy mi szalad át a fejeden, hogy vajon Adri mit követhetett el? Hát figyelj, szerinte. Én az ismerem már 8 éve, nem hiszem, hogy elkövetne olyan dolgot, amire elvinnék, hát nagyon meglepődnék. Na, tehát mit gondolsz? Hát nem tudom. Tehát ez biztos, hogy szerintem azt gondolnám, hogy valakivel összekeverték. Mert most komolyan, nem tudnék elképzelni olyat, amiért őt elvigyék. Ezt mondod 3:30-kor, de azért amikor még este 6-kor se jött haza... Hát ott már kezdenék gondolkozni. De honnan tudjam? Na most komolyan, honnan tudjam? Mit zárnál ki? Hát rablást kizárnál. Lopást kizárnál? Lopást ki. Emberölést? Hát az biztos. És az Adrit? Na jó. Nem tudom, hogy mit követett volna el, hogy amiért elvigyék. Hát Petra. Mondjuk hozzád megy, az már elég. Az maximum. Jó, de ez a legjobb válasz, amit mondhatok, hogy semmit nem tud elképzelni a feleségére, hogy elkövette. Abszolút. Hetek óta tart a 10-year challenge közösségi, nem tudom mi ez, őrület, ami ugye nem más, mint hogy a közösségi oldalakra egy felhívás után gyakorlatilag mindenki kiteszi az aktuális fényképét és a 10 évvel ezelőtti fényképét. Mindenki részt vett ebben? Én igen. Én kiraktam. De kiraktad, te nem? De te hova? Én kiraktam. Csecsemő és mostani. Hát hagyjad meg. Na jó, aki nem rakta ki, annak kirakjuk mi. Egy pár perc múlva megmutatjuk ezt is. És most nézzük ezt az úgynevezett 10 éves kihívást, vagy 10 year challenge közösségi oldalakon zajlik. A lényeg az, hogy arra kérik a feliratkozottakat, vagy a felhasználókat, hogy a jelenlegi fotójukat és a 10 évvel ezelőtti fotójukat tegyék ki, és a világon most mindenki részt vesz ebben, ez egy óriási őrület. Zoli Torkára? Dobjad ide. Köszi. Te fogod kezelni a szit? Nem csak. Az biztos, Toro? Szóval ez a lényege, és ha jól
Tudom. Anita, te lelkesen kiraktad, ugye? Okay, igen. Na, nézzük meg először Anitát. Igen. Ó, mennyire előnyödre változtál. Igen. Ez olyan érdekes, mert itt a kislányom, hát mennyi lehetett? Egy 4-5 hónapos? Tehát hát ez nem is látszik, annyira kicsi. De nem bennem, hanem már megszültem. Tehát, hogy... Ja, az nem te vagy, ez a kislány? Nem. Csak hogy ez az első kép, az ilyen négy hónappal volt szülés után. A szülés után? Igen. Na jó. Nem csinált magáról, mert ugye ő nem vesz részt ilyenekben, de azért nézzük meg a mi Zolinkat. Jó, hát Zoli, a magyar Keith Richards és Ozzy Osbourne, aki 30 éve úgy nézett ki, 40 év múlva megnézzük, pontosan ugyanígy fog kinézni, csak nincs szemüveg rajta ott éppen, de... Igen. Csak nem fog élni, de így fog kinézni. Talán egy picit pufókabb volt a 10 évre ezelőttől, ugye? Igen, most egy picit vékonyabb, kigyúrtabb, edzettebb, sportosabb, macsósabb, férfiasabb. Most egy picit úgy éreztem magam, mint az Alai Jézus. Nem kell sokat fizetni. Valamit nem tudom, mit találtatok rólam. Hát igen. És ez tényleg igaz. Ez ilyen... Ugyanaz. De hogy megy, de esküszöm, jobban nézünk ki. Jobban nézünk ki, igen. 10 évvel később. De mind a kettő hashtag bocskor. Nem. Az én keresztnevem nem hashtag. Tessék? Én most hülyeskedtem. Hogy a bocskor. Mondta is a neve. Jó ősz magyar neve van, bocskor. Hashtag bocskor, hát furcsa. Szóval nem... Én most hülyeskedtem. Én remélem. Tényleg, esküszöm. Igen, nem, az öltönyömön látom, hogy ez 10 évvel ezelőtti, valóban. De tényleg. Nem, de mindenki az előnyed, az Oli is jobban néz. Igen. Szerintem én is. De jó gyűjterek vannak a telefonokon, így van. Sok esetben. Eszti, nézd meg téged. Nem, azért ez Iszak nem Eszti. Semmit nem változott. Meg a kedves Én mondtam, az örök 18 éves. Kész. És nézzük meg Kabát Petit. Ő kitette például. Ő kitette. Asszony! Gyerekek, mi tűnik fel? Mi tűnik fel? Tényleg te vagy tényleg üres? 10 years challenge. Gyerekek, hossos mez. Azt tűnik fel? De miért 99? 1999, Peti. 2019. Gyerekek, ez nem 10, hanem 20 év. Igen, köszönöm, Peti! Jó, de ezt raktad ki? Én ezt raktam ki, de ott van alul, hogy ki rakta ki. Tehát ezt nem én találtam ki, gyerekek. Na de ezt, de te raktad fel a saját oldaladra. Mert én így kaptam. Nincs sem kérdésem. Én így kaptam először. Zsenit összeestek egy pállal a stúdióban. Igen. Az elején, amikor én ezt megkaptam, nem tűnt fel először egy perc ki. 10 év challenge, nem tűnt fel a dátum. Egy 5 percig nem, utána már rájöttem. De nem is emlékeztél, hogy ez nem 10 éve volt? De az 99-es. Én azt értem, de hogy nem tűnt fel, hogy 10 éve nem így néztek ki. De miért, hogy van különbség amúgy? Egyébként melírozza volt a hajam. Tényleg? Ne! És van nyakláncon fűben való. Akkor melyik fiúbandában énekeltél? Shy Guys! Ez teljesen olyan opció. Tényleg olyan. Volt ez a Shy Guys, vagy mi? És abba. Na, itt a fotókon már lendüljünk is túl. Egyszerűen egy rövid sztorizgatás, hogy mi történt 10 év alatt veletek. Tehát az, ami tényleg, mit tudom én, említésre méltó. Mi van, Peti? Szörnyű? Nem, mert az a baj, hogy most keltek fel a padlóról az a Sanyi. Ja. Tehát például kivel voltál együtt 10 éve? Milyen autód volt? Milyen állapotban voltál együtt, akivel voltál? Tehát azért most próbálok egy pár támpontot adni, hogy... De aljas vagy, hogy észrevettem. Most mi van? 10 évvel ezelőtt én is ugyanazt az arcot vágom, amit te. De hát... Nem akarok erről beszélni. 10 évvel ezelőtt kivel voltál együtt? Hát a férjeddel? Vagy már a férjeddel? Persze. Van? Már. Igen. Peti? Én akkor szingli voltam. Szingli voltál. Milyen hát autód ezzel volt? Ezzel a hajjal, apám. Maga 20 évvel én 2008-ban vettem az Audimat, és... tavaly adományoztam el, úgyhogy én nekem 10 évig megvolt ez a kocsi. 10 évig ugyanazt az autót vezettem? Én nem... Hol játszottál? Mit csináltál? 2009-ben. Mennyi volt az? 2009. Akkor Ausztriában voltam. Akkor Ausztriában voltam még profi futballista. A frissen egyéves Audiddal. Tessék? A friss egyéves Audiddal. Így van.
Így van. És akkor szingli voltál. Szingli. De a hajad milyen volt? Mert 20 kicsit, évvel ezelőtt láttuk. Akkor egy kicsit ilyen melírozott volt. Tetkó akkor volt is. Már? Meg, az már régóta megvan. Tehát egy osztrák melír, fekete Audi. Hát, és... Bundesliga. Tehát így nagyjából. Nagyjából. És szingli. Szingli. Akkor hasítottál. Nagyon. Hát figyelj. Hol csajoztál többet? Ausztriában vagy Hegyeshalmon? Én Mosonmagyaróváron. Onnan van a 8000-es tarifa, hogy... Ott volt egy kis kedves motel? Ott volt egy 20 perces, ja. Eszti. Kivel voltál? Még szerint még 10 évvel ezelőtt voltál valakivel együtt? Hát egy jó 10 évvel buszsofőr barátom volt. Igen, igaz? Mm-hmm. De ő nem volt ilyen agresszív. Na jó, de mi? Városi vagy ilyen volán? Dunajvárosi. Nem, hát Dunajváros volt között. Én egy ilyen 5 évig voltam szerintem. Ott álltam mellette, ott szabadult, nem úgy, mint Pesten. Hát most 3 évig voltunk együtt, de hát én előtte már szerelmes voltam, meg akkor úgy kis rajongó. Ikaruszon volt még, vagy már azért... Engem minden érdekel. Nagyon belemész a részletekbe. Hát bocsáss meg, nagyon... Igen, nagyon indiszkrét vagyok, de ezt az Ikarus szót, ezt ki kellett mondanom. Mindegy, valahogy bele akartad csempészni, nem? Nem, ő egy tök aranyos, mert nem volt ilyen frusztrált, meg ilyen verekedős, mint akiket láttunk. Ja, értem. Nekem akkor nyilván nem volt. Nem az Zolira mutattam a frusztrált. Nem volt autót, hol tartottál te 10 évvel ezelőtt a karrieredet illetően? Hát akkor körülbelül ilyen Kínában dolgoztam modellként, tehát akkor aha, az más... Akkor még a Viva nem volt? Nem. Hú, várjál, most mi van? Nem, akkor nem. Volt saját lakásod? Nem volt saját lakásom, de hogy. Aha. Ah. Hát a buszsofőrnél laktál? Most nem tudom, 10 év, attól függ, hogy nézzük. Nem, akkor szerintem nem kollégium, vagy ilyen albérlet. Kollégium, körülbelül így ezen a vonalon mozogtam. Hát akkor még fősuliztam. Ja, Zoli, te 10 év ezelőtt, ugye így néztél ki. Én nem voltam a bíró úr. És nem tudok semmit az esetről. A zenekarod teljesen más volt, ugye? Hát ugyanazzal a névvel, és ugyanazokkal a tagokkal, de teljesen más. Igen. Ugyan? Hát nem tudom, ma ketten vagytok, 10 év még 4 voltatok, meg a minden zenekari tag más. Igen. 10 év ezelőtt valóban 4 voltunk, de ma 6 vagyunk. 6 vagytok? 6 vagyunk, bíró. Jó. Akkor te nős voltál? Azt hiszem, igen, de nem emlékszem rá. Tényleg emberném biztosra állítani. Hát éppen arra, amit egy 2 volt a lányom, tehát azért, és emlékszem, hogy akkor cseréltem egy családi autóra. Akkor igen. Egy 4 ajtós kupéra, amit mindenki örülök. Hát én nem cseréltem 4 ajtós kupéra semmit. De nős voltál. Akkor cseréltem a gyomorfekélyemet örök lakásra. Hol laktál 10 évvel ezelőtt? Egy gyomorfekélyben, aztán mondom, ugyanott alma. Tehát... abban a közös csak ház. Akkor még jobban nézett ki, azóta lepukkadt. A ház? A ház, bíró úr, a ház. Zolinak így jár a tér, de tényleg itt egy vallatáson lenne. Autód volt? Azt hiszem volt egy autóm, és nem tudom melyik. Mert állandóan mindig kiesik alólam egy, és akkor jön egy másik. Tehát nem emlékszel 2009-ben mi volt. Jó. Azt tudjátok, hogy mi volt az euró árfolyama 2009-ben? Te tudod, mi te ott dolgoztál? Nem tudtam, mi volt az euró. Te 250, nem? 250? Mindjárt mondom egyébként, te shillingbe kaptad a fizetésed, még nem, vagy már euróban? Euróban. Akkor már nem volt shilling. Aha, és te hol adóztál? Ausztriába. Hát nem, hát én... Nem, én be volt, tehát nekem rendes szerződés, ott be voltam jelentve, hát a klub adózott utána, gondolom. Világos. 274 volt az euró akkor. Hmm. És a dollár? Mert körülbelül annyi volt. Utolsó kérdés mindannyiótoknak. Akkor 10 évvel ezelőtt mit gondoltál arról, hogy mi lesz veled 10 év múlva? Van valami emléketek? Vagy mit reméltél? Anita? Hát én nem gondoltam volna, hogy elválok. Aha. Én éppenséggel szakmai dolgokra gondoltam, de... De szakmai abszolút... dolgokba arra gondoltam, hogy itt tartok, ahol most, de a magánéletemet azt nem gondoltam, hogy így alakul. Jó, hát azt egyébként én sem. Peti, te gondoltad volna 10 évvel ezelőtt, hogy még mindig nem nősültél meg? Nem, akkor szingli voltam, tehát nem volt ez bennem. És a pályádat hol láttad akkor 2009-ben, hogy mikor fogod? Tudtad, mikor fogod befejezni, vagy hogy? Hát most azt nem tudtam, hogy pontosan melyik évbe, de azt tudtam, hogy egy évre rá haza fogok jönni, mert már elég volt, 7 évet én külföldön fociztam.
hogy hány éve, vagy meddig fogok tudni focizni, ez azon is múlott, hogy nem vagyok-e sérült. Azért ott nagyon nagy szerencse kellett ahhoz, de hogy én... testileg nem. Ne, testileg teljesen. Teljes mértékben. Mindenféleképpen én a foci mellett akartam maradni, tehát... De azt sejtetted 10 évvel ezelőtt, hogy 10 év múlva már nem leszel aktív focista? Azt sejtetted? Hát most bocsi, az én így is 40 éves koromig fociztam aktívan. Tehát az hát akkor sejtetted? Hát igen, hát bíztam benne, hogy minél tovább ki tudom tolni. Aha. Eszti? Hát én szakmailag azt gondoltam hasonlót, mint amit csinálok, de én azt hittem, hogy a színészet irányába megyek. Tényleg? Így magánéletben, meg mivel akkor azt hittem, hogy tök öregek a 30 évesek. Ezért azt gondoltam, hogy biztos, hogy családom lesznek gyerekeim. Mert akkor így valahogy nagyon távolinak tűnt, tehát hogy 10 év. Mert akkor a 10 éves koromhoz hasonlítottam, ugye, amikor mondjuk 20 hát voltam, és az egy tetemesebb idő. Így olyan hát gyorsan elment, hogy te kiszámolta a tévet. 30 lebukom a fenében. Hát de mit filózott, tehát 2,5 órájába telt. De megvan! Megvan, büszke vagyok rád. Zoli, neked voltak gondolataid? Soha. Én nem jöttem, ez lesz, ami lett, de hát sajnos nem jött be Bíró úr, úgyhogy ami késik, nem múlik Rojzi néni, igaz? Vázolt lenyület, köszönöm szépen mindannyiótoknak, hogy itt voltatok. Ádám Anitának, Dasta Zolinak, Tabás Petinek és Isza Kesztinek. Köszönöm szépen. Most pedig Jakubcsek Gabi pluszaiból egy ilyen válogatás következik, a legjobbjai. Talán erről a hétről mindenkinek jó szórakozást vele, mi egy hét múlva találkozunk újra a Hashtag Bocskorban. Viszontlátásra, jó éjszakát!